Ők az első hallgatók az országos szinten is újonnan induló ápolás mesterképzésben. Az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló képzésre 35-en kerültek be a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Ez egy másfél éves képzés. Az ápolók jöhetnek be egyrészt elsősorban, aki ápoló alapvégzettséggel rendelkezik, illetve a sürgősségi szakápoló specializációra mentő tisztek is jelentkezhetnek. 6 specializáció közül választhatnak az ápolók az új képzésben. Itt a Nyíregyházi karon ebből 3 a közösségi, a geriátriai és a sürgőségi szakápolási területen tanulhatnak. A nappal is hallgatóknak 1440 órát kell teljesíteniük. Tanulmányaikat a kormány ösztöndíjjal támogatja. A szeptemberben induló non-doktori képzést hosszas előkészítés előzte meg, amivel új fejezet kezdődik el az ápolás területén, hangzott el a tanévnyitón. Az a cél, hogy minél több ápolót felsőfokú és speciális szaktudáshoz juttassanak, így az okleveles ápolók az orvosokról jelentős terhet vehetnek le. Külföldi tapasztalatok azt igazolják, hogy ahol szakképzett ápolók dolgoznak a klinikumban és a családorvosok mellett, ott több idő jut a betegre, illetve magasabb az egészségügyi szolgáltatás színvonala is. Ha csak az alapellátásra gondolunk, ugye ma Magyarországon 5500 háziorvosi praxis van, amelynek kapcsán ugye a 60 év feletti háziorvosok aránya 40%, ami azt vetíti előre, hogy itt néhány éven belül nem csak néhány száz településnek lesz ellátandó problémája, hanem ezes nagyságrendről beszélünk. Tehát ennek a szakembernek óriási szerepe és felelőssége lesz egyrészt az alapellátási területen, másrészt pedig azokon a sürgősségi osztályokon, ahol igyekeznek a hiány más területeken a sürgősségi orvos munkáját kiegészíteni és őt támogatni. Itthon évente 500 ápoló megy külföldre, és 2014 óta 26 ezer ápolóval kevesebb tanul vagy dolgozik ebben a szakmában. A kiterjesztett hatáskörű ápolóképzéssel speciális területeken lehet munkába állni, leghamarabb 2019-től, ezért vonzóbb lehet a szakma. A non-doktori képzéssel az orvos partnere lesz a szakápoló. Önállóan végezhet diagnosztikus eljárásokat, irányíthatja például a magas vérnyomásos vagy cukorbetegek terápiáját, orvosi konzultáció után, és hogy milyen feladatok tartoznak majd a hatásköri listához, ezen jelenleg is dolgoznak a szakmai kollégiumok.